A Bonyhád, a Tamási, a Tolna és a Bátaszék váratja a következő fordulót a labdarúgó Magyar Kupa főtáblájára jutásáért zajló küzdelemben Tolna megyében. A címvédő Bonyhád valósággal kiütötte a szomszédos Kakasdot, 11-1 lett a végeredmény. A Tolna a Szedrest, a Tevel a Dunaföldbát ejtette ki 2-1-el. A hétvége rangadóján meglepetésre 4-et vágott a Tamási az idén bajnoki címet kitűző Dombóvárnak. 4-1 lett a végeredmény. A Bátaszék azzal, hogy jó játékkal egy küzdelmes mérkőzésen 4-2-re győzött a Majos ellen, jelzést adott, ismét tényező lehet a megyei bajnokságban a tavaly a kieséstől is fenyegetett kékmezes csapat. A Bátaszékiek kispadján győzelemmel debütált az új edző, a kisdorogi származású NB1-es játékos múltú Szőcs Lázár, aki a szomszédos Bajáról érkezett. A meccs embere az új bátaszéki igazolás Tóth Tamás volt, aki 11-est harcolt ki, gólpaszt adott és látványos fejes gólt szerzett. Én indultam, hát a szívem visszahúz, ugye ide, hát maradtam volna szívesen Szekszárdon is, csak ugye hát a játék lehetőség nem úgy adódott, és hát persze ez volt a választásom nekem. A Tóth Tamás, én azt mondom, hogy minden meccsen meg fogja rúgni a maga gólját, és még elő is fog készíteni, úgyhogy ő rá készülhetnek. Mármint a leendő ellenfelek elsőként a bajnoki rajtnál, mindjárt az ezüstérmes Tolna játékosai, védői, középpályásai fordíthatnak megkülönböztetett figyelmet Tóth Tamásra.